Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Művészetek háza 40, jubileumi ünnepség a Szekszárdi intézményben. Belovagoltak a Hősök terére, Tolnán fogadták a lovasokat. Tolna vármegyei polgárőr napok iregszemcsén 22. alkalommal tartották meg a rendezvényt. Közösségi nap. Versenyeztek a Tolna vármegyei szakképzési centrum dolgozói Dombóváron. A Szekszárdi Művészetek Háza fennállásának 40 éves jubileumi ünnepségét tartották augusztus 25-én vasárnap az intézményben. Az eseményen köszöntőt mondtak a Művészetek Háza korábbi vezetői is. Az akkor és most kiállítás keretében pedig V. Bazsonyi Arany és Fecsési Sándor festőművészek tárlata nyílt meg, csak úgy, mint 40 éve. Az intézmény a 4 évtized alatt számos kiállításnak, kulturális eseménynek adott otthont. A kerekéfordulót augusztus 25-én vasárnap zenekari előadásokkal, kiállítás megnyitóval ünnepelték. Azt gondolom, hogy aki részt vett rajta, mindenki jól érezte magát, és egy picit végigélte ezt az elmúlt 40 évet, és most, ahogy így beszélgettem a nézők, hallgatókkal, többen elmondták, hogy volt olyan közöttük, akik részt vettek a 40 évvel ezelőtti kiállítás megnyitón is, úgyhogy azt hiszem, hogy jól sikerült, köszönöm. Berlinger Attila most már Szekszárd város polgármestereként mondott köszöntőt az ünnepségem, korábban azonban a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójaként évekig vezette az intézményt. Az elmúlt 40 év egy tökéletes példája annak, hogy milyen jó célra lehet fordítani egy régi szakrális épületet, és felsorolni is lehetetlen lenne hány száz kiállítás, művészeti esemény, koncert, sok száz esküvő, többek között ugye erről is ismerős volt a Művészetek Háza városlakó körében. Szóval én azt gondolom, ez egy igazi sikertörténet. A program keretében nyílt meg V. Bazsonyi Arany, valamint Fecsési Sándor festőművészek közös tárlata, akiknek munkái 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel az intézmény falaira. Több műfaj szerepel, portrék, az életképek, nagyon szabadon és merészen értelmezett tájképeken kívül a szakralitásba hajló figuratív kompozíciók, sőt kifejezetten szakrális portré, Krisztus fejábrázolás és a vallás egyéni megélései is szerepelnek az alkotások között. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Méri Éva, a Művészetek Háza első igazgatója is. Akkoriban nagyon sok rendezvény volt, rendkívül sok. Egyszer a Kocsis Antal mondta is nekem, hogy ő ilyen sok rendezvényt nem is csinált volna. Hát így volt tulajdonképpen, de hát az egy nagyon jó időszak volt. A jubileumi ünnepélye jelegyben kezdetét vette az Akkor és Most című programsorozat, amely a Művészetek Háza elmúlt 4 évtizedes működését foglalja össze, és kiállításokkal, koncertekkel, hangversenyekkel, könyvbemutatókkal várja egy teljes éven át a kultúra iránt érdeklődőket. Minden évben nagy tisztelettel fogadják a lovas zarándokokat Tolnán, akik a Mohácsi csata emlékére járják be az egykori sereg felvonulásának útvonalát. A Rádi József Huszárbandérium augusztus 25-én délután érkezett a Hősök terére. A 1926-ban a csata 400. évfordulóján emléktáblákat helyeztek ki a harcosok egykori útvonalán, mondta Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat vezetője. És ezek az emléktáblák a mai napig is megtalálhatók, tehát ezek közel 100 éves emléktáblák, és ezek az emléktábláknak az a különlegesség, hogy nem csak azt mondják el, hogy emlékezzünk az itt elvonuló seregre, vagy akár a királyra, hanem egy nagyon rövid részletes leírást is tartalmaznak arról, hogy éppen akkor itt a sereggel mi történt ezen az adott helyszínen. És akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy itt ezen a nyomvonalon, ezen az útvonalon, ami közel 200 km, egy történelmi zarándokutat hozunk létre. Első évben még csak kerékpárosok mentek végig, és akkor 17-től pedig úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk történelmi hagyományőrzőket is bevonni.
És az az év, amikor elkezdődött az, hogy korabeli viseletben hagyományozók lóháton teszik meg ezt a nem túl könnyű utat. Az érkezők a Tolna vármegyei Rádi József huszár bandérium kétféle történelmi kort elevenít fel. Az egyik az a 1848-as, tehát a 19. századi huszár hagyományok, a másik az pedig a 16. századi középkori végvári vitéz huszár hagyományok. Itt ezt az utóbbit láthatjuk. Egyébként maga az útvonal az Ercsiből indul. Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Báta, Dunaszekcső és Mohács érintésével érkeznek meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. Tolnán a nehéz út után a vándorló szépkorúak baráti köre vendégelte meg a zarándokokat Lecsóval. Másnap pedig folytatják is majd útjukat. Hát a mai napon már csak a szállás elfoglalása lesz, hiszen belovagolnak Palánkra, és ott töltik az éjszakát. Holnap pedig 11 órakor Szekszárdon a vármegyeháza előtt fognak felvonulni, és ott az emléktáblánál szintén egy megemlékezést tartunk. Hagyományokhoz híven a meghitt koszorúzási ceremónia sem maradt el az esemény során. Augusztus 23-án pénteken váratlanul elhunyt Dicső Zsolt szekszárdi íróköltő. Dicső Zsolt 1956-ban született Szekszárdon. Az íróköltő a PAD irodalmi és művészeti folyóirat alapító szerkesztője volt, számos írása és kötete gazdagította a magyar irodalmat. Munkásságát többek között Tolna megyei művészetért kitüntetéssel és Mészöly Miklós emlékplakettel is elismerték. Emuk ószállt a szabadban Dombóvár és Kapospula között. Az erről készült fotó szombaton terjedt el a közösségi médiában. A nagytestű szárnyas állat Ausztráliában őshonos. Egy kommentelő azt írta, a madár valószínűleg a környékről szökhetett meg. Ez a videó pedig már vasárnap készült, az Emu a felvételek szerint még ekkor is a szabadban járkált. 22. alkalommal tartották meg a Tolna vármegyei polgárőr napot, 18 év elteltével újra Iregszemcsén. A vármegyéből 40 településről jöttek el a polgárőr csapatok, hogy jelenlétükkel erősítsék és összekovácsolják ezt a mozgalmat, melynek célja a közösségépítés és a szakmai tapasztalatok átadása. Tolna vármegyei polgárőrnap Iregszemcsén. Remek programok és főzés keretein belül gyűltek össze Tolna vármegyéből több település önkéntes polgárőrei. Váradi Balázs elnök úr megkeresett, hogy ismételten Iregszemcsén szeretnék megrendezni a polgárőr találkozót. Természetesen az első megkeresésre igent mondtam, felajánlottam neki, hogy van egy teljesen új rendezvényterünk, amit nemrég alakítottunk ki, és megmutattam neki, nagyon-nagyon tetszett a helyszín, úgyhogy elkezdődtek a tárgyalások, elkezdtek a beszélgetések, és mindannyian együtt toljuk azt a bizonyos szekeret, ez itt az a rendezvény létre is jött, hála Istennek. Az eseményt nagy odafigyeléssel szervezték meg. Családoknak is kiváló szórakozást nyújtott ez a nap. Örültek neki, az iregiek is örültek neki, hogy itt van megrendezve. Nagyon sok munkával jár egyébként, az egy több hónappal már elkezdtük szervezni. Magát a helyet, a helynek a rendbetételét, a főzést, a büfét, a légvárat, mindenféle ilyesmi, ez hónapos, több hónapos munka, több ember, több hónapos munkája, és hát itt is, mint minden rendezvényen, van egy nagyobb tím, aki aztán most élesbe itt mindent csinál. Tehát a főzést kint a kollégák parkoltatnak, hiába van polgárőrnap, a polgárőrök parkoltatnak, de besegít a rendőrség is a forgalom irányításban. Túrós András elmondta, miért tartja fontosnak, hogy minél tovább megmaradjon ez a mozgalom. Nem csak jelene, hanem jövője is van. Az biztosan látható, hogy, és ezek nem nagy szavak, hogy polgárőrség nélkül nincs közbiztonság Magyarországon, bűnmegelőzés meg különösen nincs, mert a civil bűnmegelőzés az felértékelődött Magyarországon különösen, világban kevésbé, és nem véletlen egyébként, hogy mi etalon vagyunk, példa vagyunk Európában is, és erre mondják azt, hogy ez egy magyar hungarikum, illetve hát tulajdonképpen egy nemzeti kincs és a polgárőrség. Különféle díjakat osztottak ki az eseményen, ezzel is elismerve, hogy mindenki munkája fontos. Nagyon kellemes meglepetés volt, mert általában az ilyen elismeréseket egy közgyűlésen szokták átadni. Én említettem is itt az expozémba, amikor tisztújító közgyűlésünk volt, tehát Váradi Balázs elnök úr lett az Új Megyei Polgári Szövetség elnöke, akkor az ott lévő tagság 100%-ba tett javaslatot arra, hogy a leköszönő elnök, nevezetesen én, mint Széles János, a 24 évre való tekintettel, mint elnök
javasoltak és elfogadásra került egy aranygyűrű átadására való javaslat, illetve hogy kapjak egy aranygyűrűt. Szeretnék még nagyon sokáig őrizni és megtartani ennek a varázsát az egyesületben lévők. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén augusztus 24-én szombaton. Az intézkedés péntek éjfélig lesz életben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, de koncentrációt, ezért fokozottan figyeljünk egymásra. Ünnepi szentmisén vett részt Bécsben Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A szentmisét hagyományosan az augusztus 20-ai Szent István nap után tartják a bécsi Szent István székesegyházban, ahol a Szent Király ereklyéjét is őrzik. A szertartás végén megáldották és szétosztották a nemzet kenyerét. Tolna vármegyei csapatok is érdekeltek voltak a labdarúgó MOL Magyar Kupa második fordulójának párosításaiban. A szekszárdi UFC idegenben szenvedett 2-0-ás vereséget a Kelen SC ellen. A majosi ese majdnem meglepte a Buda Őrs gárdáját, de a völgységiek végül 3-2-re alul maradtak ellenfelükkel szemben. A Faddi ese számára a Dunaújváros együttese nagy falatnak bizonyult, a Tolna vármegyeiek hazai pályán 11-1-re kaptak ki. A Tolna vármegyei szakképzési centrum csapatépítő napot tartott Dombóváron. A rendezvényen, amelyen különféle feladatokat kellett megoldani, mind a 8 iskola munkatársai részt vettek. Hagyományteremtő szándékkal indították el 3 évvel ezelőtt Tolna vármegyei szakképzési centrum csapatépítő programját. Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja számolt be a tudnivalókról. Nagyon fontos, hogy időnként együtt legyünk, és a 8 iskola, akik együtt dolgoznak itt a centrum keretein belül, megismerjék egymást, és az itt dolgozók egy kicsit kötetlenebb formában is ismerjék meg egymást. Iskolák között is, iskolán belül is, mert azért ennek van egy ilyen csapatépítő jellege. A harmadik éve működünk, és van egy másik nagyon fontos és kiemelt célunk, ami pedig arról szól, hogy minden évben olyan helyre menjünk a megyében, ami valamilyen szempontból érdekes, izgalmas lehet. Meg kell ismerni mindenki számára. Így voltunk első évben Faddomboriban, tavaly a Györkönyi Pincefaluban, és most itt vagyunk Dombóváron, a Szigeterdőben. A kancellár hozzátette, a rendezvény célja, hogy a csapatépítés mellett a vármegye megannyi települését és történelmi mi voltát is megismerjék. A mai nap során nagyon sok közvetlen, kötetlen program van, elsődlegesen csapatépítésről szól ez a nap. A kollégák tudnak élőcsocsózni, nyomozós játékban részt venni, és még számtalan egyéb olyan lehetőség van, ami tényleg csak arról szól, hogy érezzük jól magunkat, érezzék jól magunkat, és hogy a csapat az csapattá kovácsolódjon, amennyire lehetséges. Az eseményen részt vett Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere is. És mindig nagyon büszke vagyok rá, itt a Szigeterdőben megyei rendezvényeket tudunk tartani, hiszen azért évről évre több megyei rendezvény került megrendezésre. Azt gondolom, hogy a környezet nagyon méltó. Ugyan a természet nem a legszebb arcát mutatja, minden megnyitomba is mondtam, hiszen kicsit ilyen őszi hangulat van, már leestek a fáról a levelek, de hát remélem, hogy mindezek ellenére az ideérkező 400 szakközési centrum dolgozó nagyon jól fogja magát érezni. Mi napok óta készültünk erre a rendezvényre, megpróbáltunk magunk körül rendet rakni, hiszen mindenki, amikor vendéget vár, akkor megpróbál kitenni magáért, mi Dombóváron ilyenek vagyunk. Molnár Gábor testnevelés szakos tanár a Tamási Vályi Péter szakképzőiskolából érkezett. Az volt a feladat, hogy a rekeszekből kellett minél magasabb tornyot építeni, úgyhogy be voltunk kötve egy ilyen beülőbe, és egy ember segíthetett alulról, aki adogathatta fel a rekeszeket, és minél magasabbra kellett fölrakni, 13-at, azt mondta az úriember, hogy 13-at lehetett volna fölrakni maximum, 9 sikerült. A Szigeterdőben közel 400 fő mérettette meg magát a különböző ügyességi feladatokban. Regionális híreink következnek. Aláírások és tiltakozás. Nem akarnak hajléktalan szállót a pécsi város részben. Oszlopnak ment, árokba borult a részeg motoros. Vádat emelt ellene a szigetvári ügyészség. Gyűjtik az aláírásokat Pécsen, Ispita alján. A tervezett hajléktalan szálló ellen tiltakoznak a környéken élők. Van olyan utca, ahol 100%-os az elutasítottság.
Közben a karitatív szervezet közleményében azt írta, nyitott a párbeszédre. Petíció egy élhető és biztonságos ispitaljáért, ez az elnevezése ennek az aláíróívnek, amiben a környéken lakók a hajléktalanok ellátására tervezett krízisközpont ellen tiltakoznak. Nemrég derült ki, hogy a Megyeri és a Mártirok útja sarkán álló épületben akarja ezt kialakítani a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat pécsi szervezete. Az itt élők szerint erre alkalmatlan ez a környék. Lippai Lászlóné 80 évesen vállalkozott arra, hogy aláírásokat gyűjt a tiltakozáshoz. Én itt 40 éve, és ha akkor látták volna, hogy milyen volt ez a rész, és milyen lett a mi munkánk eredményeként, akkor megértenék a tiltakozásunkat, hogy nem szeretnénk, hogy a házaink értéke minimum 30-40%-kal lemenjen annak következtében, mint ahogy a nemzetközi felmérés mutatja, ahol hajléktalan szálló megjelenik, ott a lakások, házak értéke ennyivel amortizálódik. Nem a fedél nélkül élő emberek ellen irányul az akció, mondja egy másik lakó. Nagyon szomorú a hajléktalan helyzet minden szinten, és nehogy véletlenül bárki is azt gondolja, hogy nem vagyunk szociálisan érzékenyek, dehogy is nem. De ha már megoldást keresünk, azt meggyőződésem, hogy ezt nem ide kell telepíteni, mert ez erre alkalmatlan. Tehát megbontani ennek a térségnek, ennek a régiónak az egységét, a biztonságát, az élhetőségét, azt nem szabad megtenni. El kell vinni máshová. Tehát ezt itt megvalósítani nem szabad. Se az itt lakóknak, se az ellátásra szorulóknak nem megfelelő ez a helyszín, mondja egy másik itt élő. Ez a megoldás több szempontból nem jó. Alkalmatlan hely a hajléktalanok ellátására. Nincs terület se, ahol mozoghatnának. Nagy forgalom van most ennél a lámpás megoldásnál. És egyáltalán a kertvárosi jelleggel itt a lakosság nem akarja ezt, tiltakoznak velem együtt, aki itt lakik. A terület önkormányzati képviselője azt mondja, az aláírásokkal fel szeretnék mérni, hogy mekkora az elutasítottsága a krízisszállónak. 20 fő gyűjti, és 25 utcában most jelenleg, de folyamatosan vannak újabb csatlakozók, tehát ugye ez egy most a hosszú hétvégén elindult aláírásgyűjtő akció. A tapasztalat szerint a lakosság döntő többsége elutasítja a tervezett intézmény létesítését. Van olyan utca, ahol minden lakó tiltakozik ellene, mondja a képviselő. Konkrétan van olyan utca, ahol ez a szám, ez így igaz, hogy ez 100%, de azt mondanám, hogy itt a környező utcákban 90% fölötti az elutasítottsága ennek a létesítménynek. Közben a Szeretett Szolgálat közleményt adott ki az ügyben. Ebben azt írják, örömmel nyugtázták, hogy megkezdődött egy szakmai lakossági párbeszéd, amiben aktívan részt kívánnak venni. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nyitott arra, hogyha találunk egy olyan önkormányzati ingatlant, ami megfelel és kiválthatja ezt az ingatlant, olyan helyszínen, ami lakosságnak is megfelelő, akkor most partnernek mutatkoznak abba, hogy ez megtörténjen. Nem felejtjük el, hogy egy karitatív szervezetről van szó, amelynek az az érdeke, hogy úgy végezze el a saját szociális misszióját, hogy azt a lakosság is elfogadja, sőt a lakosság is támogatja. Ezért a képviselő bízik abban, hogy születhet mindenkinek megfelelő megoldás az ügyben. Egyébként a tervezett krízisszállón 20 hajléktalannak nyújtanának szállást minden év november 1-től április 30-áig. Biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy részeg férfi próbál motorozni egy baranyai kistelepülésen. Végül a kiérkező rendőrök vitték el. Most a Szigetvári járási ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt nyújtott be ellene vádiratot. Az alkohol és a gravitáció egyszerre tréfálta meg ezt a motorost. Előbb az oszlopnak hajt, majd az árokba borul, ahonnan nem tud kiszabadulni járművével. Mindez jól látszik egy biztonsági kamera felvételén. Az eset nem maradt következmények nélkül. Az 50 éves férfi ellen most emelt vádat a Szigetvári járási ügyészség. A vádlott ez év március 1-én a hajnali órákban ért haza munkahelyéről, azonban nem az alvást választotta. Italozni kezdett, majd egy motorkerékpárral, amit egyébként karbantartás céljából bíztak rá, egy közeli településre ment, ahol tovább folytatta az italozást. Délután ismét rájut a motorkerékpárra, és azzal közlekedett a településen, azonban hittassága miatt egy árokba hajtott. Az árokból kiszedett motorkerékpárra ezután többször megpróbált felülni és azzal elindulni, de nem járt sikerrel.
A cselekménye ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. A szigetvári ügyészség indítványt tett a vádiratban. Pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását kérik. Az indítvány járművezetéstől eltiltásra vonatkozik egyébként a büntető törvénykönyv szabályai szerint. Az eltiltás az lehet végleges hatályú és határozott ideig tartó is. Ebben az esetben határozott ideig tartó eltiltást javasol az ügyészség. A pénzbüntetés mértékére vonatkozóan nem tett indítványt a szigetvári járási ügyészség. Egyébként az ittas férfi motorozási próbálkozásainak a kiérkező rendőrök vetettek véget a Szigetvár környéki településen. Az egyenruhások vér és vizelet minta vételre állították elő a férfit. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Művészetek háza 40, jubileumi ünnepség a Szekszárdi intézményben. Belovagoltak a Hősök terére, Tolnán fogadták a lovasokat. Tolna vármegyei polgárőr napok Irekszemcsén 22. alkalommal tartották meg a rendezvényt. Közösségi nap, versenyeztek a Tolna vármegyei szakképzési centrum dolgozói Dombóváron. Kedden napközben változó felhőzet zavarhatja meg időről időre a napsütést, de késő délutánig nem valószínű eső. Füllet, meleg idő lesz jellemző szerte az országban. Napközben legyengül az északi szél. Este a Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!